Mehet most már? Igen. És én hittel számítok erre a gondviselésre, de ez nem azt jelenti, hogy azok a dolgok, amelyeket még nem gyakoroltunk és nem tudunk, a zökkenőmentesen fog működni. Kérjük Istentől a bölcsességet arra, hogy ezekben a dolgokban adjon nekünk bölcsességet, hogy a nem begyakorolt dolgokat, az új dolgokban is, az új helyzetben is bölcsen tudjuk viselkedni, és eljussanak az üzenetek, a mennyei mannák, a táplálékok Isten népéhez, a bárányokhoz, hogy ne legyen egy nihil, ne legyen egy üresség a gyülekezetben, a gyülekezethez tartozókban, hanem érezzék, hogy az új módon ugyan, de van ellátása Istennek az ő népét illetően. És tudom, hogy nagyon fontos is, mert ha valamikor, akkor most, ezekben az időkben fontos a bátorítás, fontos a Isten igéjének az értelmezése, fontos a hétköznapi élet eseményeinek a beillesztése az Isten igéjébe, hogy be tudjuk azonosítani, és ne csak nézzünk ki a fejünkből, hogy jaj, nem tudom, mi történik, hanem Isten népének tudni kell, hogy hol tartunk, tudni kell, hogy ami történik, az milyen jellegű esemény, és tudni kell benne viselkedni, tudni kell előrelátni benne, megtervezni a napodat, megtervezni az életedet, megtervezni a családodnak az életét, hogy ne csak lógjunk és esetleges események történjenek velünk, hanem hittel, imában, Istentől elvett látásokat tudjunk megélni. Mert ezeken keresztül fogunk tudni jól viselkedni, ezeken keresztül lesz nyugalmunk, békességünk, lesz egy félelemmentes életünk, mert arra az időre kell készülni. Olvasok egy igét a Lukács evangéliumából. A 21. fejezet 25. versétől. És lesznek jelek a napban, a holdban és a csillagokban, és a földön a pogányok szorongása a kétség miatt, mikor a tenger és a hab zúgni fog, mikor az emberek elhalnak a félelem miatt, és azoknak várása miatt, amik a föld kerekségére következnek, mert az egek erősségei megrendülnek. És akkor meglátják az embernek fiát eljönni a felhőben, hatalommal és nagy dicsőséggel. Mikor pedig ezek kezdenek meglenni, nézzetek fel, és emeljétek fel a ti fejeiteket, mert elközelget a ti váltságotok. Hát remélem, hogy jól értelmezed ezeket a felolvasott sorokat, mert én már nem annak a beharangozását teszem, amiről a Biblia beszél, hogy be fog következni, hanem ahogy fogalmaz a 28. versben, amikor ezek kezdenek meglenni. Értsétek meg, hogy annak a nagy nyomorúságnak, ami rászakad erre a világra, annak lesz egy kezdete. És a kezdetet nagyon-nagyon tudni kell beazonosítani. És ugye az előbb jelenleg még arról beszéltem, hogy jelenleg még nem tudjuk eldönteni azt, és azért van ez a várakozás idő, talán ez a 2 hét, vagy 1 hónap, hogy ha ennek a most beindult eseménynek vége fog szakadni, és újra visszatérünk a normális kerékvágásba, a hétköznapi életben, akkor ez csak egy erőteljes figyelmeztetése volt Istennek, hogy a vég nagyon közel van. Hogy nagyon hamar megkezdődnek azok a napok, amelyekről olvastam, hogy azoknak a várása miatt fognak elhalni a félelemtől az emberek. De az Isten népe felkészülhet, az Isten népe felerősödhet, és felkészülten várhatja még azokat a nehéz napokat is, amelyektől nagyon sok ember összeomlik, már csak attól a tudattól,
hogy olyan napok fognak következni, amelyek nagyon nehezek lesznek, és nem tudja az ember végig gondolni, hogy hogy fogom én azt kibírni. Tudjátok, a mai világban, amikor olyan sok függőség alakul ki, és most a függőség alatt nem a rossz dolgokat értem, nem a kábítószert értem, nem az italt értem, hanem például olyan sok beteg ember van, akiknek az élete a gyógyszer ellátásnak a függvénye. És ha megszűnik a gyógyszerellátás, vagy akadozik, akkor azok a személyek, akik a mindennapi betevő falatjuk mellé a mindennapi gyógyszer adagjukat is kell, hogy megkapják, mert különben az élet feltételei megszűnnek a számukra, akkor értitek, hogy milyen óriási veszély lesz az, ha csak a gyógyszerellátás nem fog működni megnyugtató módon. Tehát ne legyetek könnyelműek ezekben a dolgokban, hanem gondoljatok bele, hogy milyen sok nehézséggel nézhet szembe, kerülhet szembe az ember. És ezekkel a nehézségekkel, ha nem lesz védelmed, ha nem lesz őrződ, ha nem lesz, aki melletted lesz, ha nem lesz, aki bátorít téged, ha nem lesz, aki átsegít téged, akkor magadra fogsz maradni, igen, igen, magadra fogsz maradni, mert a kapcsolódások a más emberekkel le lesznek terhelve mindenkinek a saját problémája miatt, a saját szüksége miatt, a saját nehézsége miatt. El lesz foglalva azzal, hogy én hogy lássam el magamat, én hogy tudjam biztosítani a saját szükségleteimet, a létszükségleteimet, és nagyon-nagyon keveset fognak törődni az emberek egymással, mert kevés energiájuk marad, kevés idejük marad arra, hogy ne csak magammal, ne csak a szűk családommal törődjek, hanem törődjek az embertársammal, törődjek a szomszédommal is. És ezért is lesznek ilyen nehezen elviselhető napok, mert amiben most megoldás volt a barátnő, megoldás volt a család, megoldás volt a szomszédasszony, azok nem biztos, hogy rendelkezésünkre állnak és segítségünkre lesznek. És ezért nagyon-nagyon nagy bölcsességre van szükség most ezekben az időkben, amikor még bizonyos mértékig a felkészülés időszakát éljük. Felkészülni az eshetőségekre, végig gondolni, hogy kinek milyen szükségletei vannak, miben kell előre gondolkodni, miben kell előre begyűjteni a tartalékokat. Ugye valamikor nem olyan régen én már beszéltem nektek, hogy be kell vásárolni, és sokan mosolyogtak rajta, hogy hát miért kell bevásárolni. Hát azért kell, mert most már hiába mégy az üzletbe, nem tudod megvenni, mert elhordták, mert kiürültek. Csak ezért kellett. És gondold meg ott, ahol kisgyerekek vannak, ott, ahol idősek vannak, ott, ahol betegek vannak, ott az ellátás mégiscsak biztosítani kell. És az imádkozás az nagyon-nagyon-nagyon jó dolog. De az imádkozásodnak a témája, ne szorítkozzon arra, hogy ó Uram, segíts meg engem, ó Uram, gondoskodjál rólam, hanem azért is imádkozzál, hogy az Úr adjon neked bölcsességet ahhoz, hogy mit kell nekem tenni, mi az én tennivalom, mi az én feladatom most ebben a helyzetben. Mit kell nekem elvégezni ahhoz, hogy a te általad való védelem biztosítva legyen, megjelenjen az én számomra. Ugye az előbb hallottátok a Naamánnak a történetét. Naamánnak az volt a parancsa Istentől, ahhoz, hogy te meggyógyuljál, egészséges legyél, hogy legyen holnapod, neked menni kell és megfürödni a Jordánba 7-szer. Hát nagy dolog, nem nagy dolog volt, de engedelmeskedni kellett benne. És meg kellett cselekedni. Különben Isten hiába volt az égben a leghatalmasabb Isten, a legfenségesebb Isten. Mégse biztos, hogy beavatkozott volna a Naamán életében, a gyógyulást elküldte volna neki a Jordánban való alámerülés nélkül. Remélem értitek.
hogy a tennivalót, azt tenni kell. A megcselekedni valót, meg kell cselekedni. Amiben engedelmeskedni kell Istennek, abban engedelmeskedni kell, és végre kell hajtani. És nem kell hivatkozni Istennek a mindenhatóságára, Istennek a szeretetére, Istennek a irgalmára, a kegyelmére, a megbocsájtására, mert a mi tennivalónkat azért határozza meg Isten, mert azt tőlünk várja el, hogy megtegyük. Amen. Tehát felelősségteljesen viselkedjetek az elkövetkezendő napokban, és ne a kibúvókat keressétek, akár a hit szavait megfogalmazva is, hanem legyetek serények, legyetek bölcsek, legyetek okosak, legyetek engedelmesek az Isten igéjének elsősorban, meg az isteni vezetésnek, az isteni inspirációknak. Ha van egy gondolatod, hogy mit kell beszerezned, honnan kell előteremtened, akkor ne halogasd annak a megtételét, hanem indulj be, imádkozz, Uram, segíts meg! Akkor ne félj, hanem még a félelemmel körülvett dolgokban is legyél bátor, indulj el és tedd meg, mert Isten meg fog segíteni benne, hogy meg tud cselekedni. Ha lustálkodni fogsz, ha bent fogsz rekedni a szobádban, és ott fogsz félve remegni, akkor nem biztos, hogy meg fogod tenni azt, amit megtehetsz magadért, családodért, a fennmaradásodért, az életben maradásodért. Isten adjon nektek ebben nagyon nagy bölcsességet, készséget, tetrekészséget, hogy mozogjatok ezekben a dolgokban. Ne várakozzatok, ne más téma kössön le benneteket, ne ücsörögjetek, ne aludjátok el az időt, ne szórakozzátok el az időt, értsétek meg. Annak az idejét élünk, amikor nagyon vigyázni kell, nagyon figyelni kell, nagyon imádkozni kell, nagyon hinni kell, és nagyon serénynek kell lenni. Nagyon munkálkodni kell. Az Úr adjon nektek mindezekben bölcsességet, látást. És szeretnék még arról beszélni veletek, hogy hogyan is kell hozzáállnunk ezekhez az eseményekhez, ehhez az állapothoz, amiben vagyunk. Ugye tudjátok, hogy szerető mennyei édesatyánk van. Tudjátok, hogy Isten a szeretetnek az Isten. Ugye ezt nem kell külön hangsúlyoznom. Nem kell külön elmondanom. Így ismeritek Istent. Így ismerjük Istent. És nem rossz az ismeret, hanem jól ismered Istent, ha szerető Istennek, gondviselő Istennek, megbocsájtó Istennek, kegyelmes Istennek ismered. Igen, mert idáig éltük az Isten jókedvének az esztendejét. Éltük azt az időszakot, amikor Istennek a büntetése, Istennek a haragja vissza volt tartva, és Istennek a szeretete lett megmutatva, a szeretete árad ki az emberre, a megbocsájtása árad ki az emberre. Az Úr Jézus maga is ezt képviselte, hogy nem azért jött, hogy károsztassa, hogy elveszítse a világot, hanem azért, hogy megtartsa a világot, hogy megtartassék a világ általa. De azért azt szeretném, ha tudnátok, hogy Istennek van egy olyan oldala, van egy olyan megnyilvánulása, ami nem idegen tőle, és ami nem egy másik Istennek a tulajdonsága, hanem ugyanennek a szerető Istennek, ugyanennek a kegyelmes Istennek, ugyanennek a megbocsájtó Istennek a viselkedése, a viszonyulása az emberiséghez. Az Úr Jézus, amikor felolvassa a Lukács evangéliumában a rá vonatkozó proféciát a szolgálata előtt, ez a Lukács 4-ben van megírva. A 18. verstől olvasom. Az Úrnak szelleme van én rajta, mivel hogy felkent engem, hogy a szegényeknek az evangéliumot hirdessem, elküldött, hogy a töredelmes szívüket meggyógyítsam, hogy a foglyoknak szabadulást hirdesse, és a vakoknak szemeinek megnyílását, hogy szabadon bocsássam a lesújtottakat, hogy hirdessem az Úrnak kedves esztendejét. És behajtván a könyvet átadta a szolgáknak, és leült, és a zsinagógákban mindenek szemei
őreáll valának függetve. Ő pedig kezdé hozzájuk szólni, ma teljesedett be ez az írás a ti hallásotokra. Szeretném mondani, hogy itt az a furcsa jelenséggel állunk szembe, hogy bár az Úr Jézus hivatkozik rá, hogy ma teljesedik be ez az írás a ti hallásotokra, de az Úr Jézus nem idézte pontosan azt, ami az Ésaiás 61-ben ez már le van írva, amit vonatkoztatott magára, hanem valamit kihagyott belőle, nem véletlenül, hanem tudatosan. Olvasom a Ésaiás 61-ből. Az Úristen lelke van én rajtam azért, mert felkent engem az Úr, hogy a szegényeknek örömet mondjak, elküldött, hogy bekössem a megtört szívűeket, hogy hirdessek a foglyoknak szabadulást és a megkötözötteknek megoldást. Hogy hirdessem az Úr jókedvének esztendejét, és figyeljetek, és Istenünk bosszúállása napján. Ez hiányzik a Lukács 4-ből. Azért, mert ez a természete, ez a jelleme, ez a viselkedése, viszonyulása az emberiség felé Istennek fel volt függesztve. De ez nem azt jelenti, hogy nem is létezett ilyen. Hanem a kegyelem ideje alatt az evangélium, az örömüzenet, a bűn megbocsájtása, eltörlése, vér alá helyezése, az üdvösség felkínálása, elfogadásának a lehetősége, amikor ezt hirdettetik, akkor Isten nem bánt a bűnössel, bűnös módon, hanem megbocsájtott neki. Megbocsájtását nyújtotta, kegyelmét nyújtotta, hogy a bűnös megtérjen és éljen. Hogy megértsék, hogy Isten jóságos Isten, és felkínálja az ember számára az örök életet. Annak ellenére, hogy az ember nem érdemelte meg, hogy az embernek az élet minősége erre nem szolgált rá, de Isten megbocsájtott, Isten kegyelmes volt az emberiséghez. És most ez a viselkedése ebben a koronavírusos napokban, ez sejlik fel, hogy nem elkezdődött az az időszak, amikor Isten bosszúállása is, az Isten haragja is megmutatkozik az ember felé. És ez egy nagyon új helyzet. Nem hiszem, hogy erről sokat beszéltünk volna, vagy erről tanítottunk volna, hanem inkább arról, hogy Isten úgy szerette ezt a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogyha valaki hiszen ő benne, az el ne vesszen, hanem örök élete legyen. De hogy emlékeztek rá, az elmúlt kedden már arról beszéltünk, hogy aki szent, a szenteltessék meg. Aki igaz, legyen igaz ezután is. És aki fertelmes, aki tisztátalan, az legyen tisztátalan ezután is. Mert valamikor ez az állapot elkezdődik, és fog folytatódni. És most, amikor ezekben az időkben, napokban nem tudjuk, hogy milyen időszakban élünk, de nagyon hamar ez, értsétek meg, hogy tisztázódni fog. Nagyon hamar világos lesz a kereszténység előtt mindenképpen, a nagyvilág előtt egyre jobban, egyre inkább, de a kereszténység előtt egyre világosabb lesz, és egyre hamarabb tisztázódni fog, hogy elkezdődött a harag napja, elkezdődött az Isten bosszúállásának az ideje, elkezdődött a nagy nyomorúság, a pecsétek felbontása, és annak az ítéleteknek a végigvonulása a Földön, az emberiségen, vagy Istennek ez az időszaka a figyelmeztetés. És én most azért beszélek erről neked, azért beszélek mindenkinek, aki hallja ezt az ige hirdetést, hogy most még időnk van, mert most még időnk van a megtérésre, a teljes szívből való megtérésre. Megcsapott bennünket az ítéletnek a szele, megcsapott bennünket a bosszúállásnak a szele, hogy létezik ilyen. De ezt ne arra használjátok fel, hogy lám-lám, nem történt semmi. Ennek a napoknak is vége lett, és minden folyik tovább, úgy, ahogy eddig.
hanem használjuk fel arra, hogy őszinte szívből, minden tisztátalanságból, minden fertelmességből, minden bűnből, bűntől megtérünk az élő Istenhez, hogy fehér ruhába álljunk előtte. Ugye ti már nagyon sokszor hallottátok tőlem, hogy eljegyeztelek titeket egy férfiúnak, hogy elébe állítsalak, mint szeplőtelen szüzet. És azt az időt éljük, értsd meg, amikor a nagy kérdés fel van téve, csak nem a kiáltás hangzik már, hogy imhol jő a bőlegény, jöjjetek elébe. Csak nem lejárt a felkészülés időszaka, amikor fehér ruhát kell ölteni. És amikor ezeket a kérdéseket feltesszük, akkor azt értsd meg, míg a kérdést teszed még fel, és nincs meg rá a válasz, addig van időd, de nagyon rövid, de nagyon kevés, hogy amiben elbuktál, helyreigazítsd. Amiben bűnkövettél el, bűnbánatot tarts. Amiben bemocskoltad magad, megtisztítsd magad. Amiben haragra gerjesztetted Istent, abban kibékítsd. Abban megbékülj Istennel. Mert eljön az idő, amikor az az idő fog jönni, amikor az emberek elhalnak a félelemtől és annak várása miatt, ami jönni fog a világra, az emberiségre. Isten nektek ebben is adjon bölcsességet. Adjon olyan szívet, amely nem a halogatást mondatja veled, hogy ó, halogatja még az én uram a hazajövetelt. Ugye ismeritek a Lukács 24-ből a példázatot, arról a sáfáról, aki a megbízatását úgy gondolja, hogy felfüggesztheti, és kezdhet a szolgatásaival mulatozni, kezdheti verni a szolgatásait, mert még halogatja az én uram a hazajövetelt. Ugye most, amikor az elmúlt években, évtizedekben nagy magabiztosságban éltük az életünket, hogy nincs még itt a világ vége. Még az nem tudjuk mikor lesz, de még nyugodtan biztonságban élünk. Ez a nagy magabiztosság elillan tőlünk. Távol van már tőlünk. De akkor ne a félelem töltse be a helyét a szívedben, hanem a tenni akarás, amit kifejeztem a fizikai területen, hogy meg kell tenni, hogy meg kell a feltételeket teremteni a legbiztonságosabb életednek, napjaidnak a elkövetkezendő időkben, a szellemi területen ugyanerre serkentek beleteket, hogy ne legyetek tétlenek, ne csak várjatok, ne csak abban ringassátok magatokat, hogy én megkeresztelkedtem valamikor, én bekeltem Szent Szellemmel valamikor, én valamikor átadtam az életemet, hanem vizsgáld felül, hogy ez a szövetség, amely létrejött közted, meg Isten között, mennyire élő, mennyire van megtartva általad. Nem kell megújítani, nem kell kisimítani a ráncokat, nem kell kitisztítani a beszennyeződéseket, nem kell odaállni az Úr elé, és egy pillantását fogadni az Úrnak, hogy Uram, te nézz rám, Uram, te vizsgálj meg engemet, Uram, a te szemed lásson át, világítson át engemet, és ha van bennem kivetnivaló, ha van bennem szenny, ha van bennem bűn, akkor te szellemed égesse ki, a te véred omoljon rám, tisztítson meg engem, mert én szent akarok lenni. Nem a szentségtelenségben akarok konzerválódni, nem a tisztátalanságban, nem a hamisságban, hanem az igazságban, a tisztaságban, és a szentségben akarok meggyökerezni és növekedni. Remélem érzitek az időnek, az eseményeknek a súlyát, és nem veszitek félváról, nem veszitek könnyen ezeket a napokat és ennek az eseményeit, hanem felbuzdul a szívetek a cselekvésre, az üdvösségednek a munkálására, az elhívásodnak a megerősítésére, a kiválasztásodnak a megbizonyítására általad, hogy valóban egy kiválasztott ember vagy, valóban egy Isten gyermeke vagy, valóban a szívedből akarod őt szolgálni. Lejárt az ideje a félszívűségnek, értsétek meg! Ha
volt 2000 év az emberiségnek arra, hogy úgy élje a kereszténységét, ahogy élte, ahogy akarta. Az elmúlt időszakban mi nagyon sokat beszéltünk a megtisztulásról, a megszentelődésről, arról, hogy ne Jerikó zárjon magába téged a tisztátalan csapattal, a tisztátalan sereggel együtt, hanem lép be Izrael táborába, lép be a Kánaánba, menetelődnek a sokaságába, ott, ahol Isten nem tűri el az ákánokat, ott, ahol nem tűri el a lopásokat, nem tűri el az Isten beszédétől való elhajlásokat, hanem megköveteli, hogy minden ember engedelmeskedjen Isten igéjének, Isten beszédének, mert eljött annak az ideje, amit fel fogok most olvasni előttetek a Zakariás proféta könyvéből, amit az új szövetségre is adoptálni fogunk. Ennek az ideje itt van a küszöbön, talán már nyílik az ajtó előtte, hogy belépjen ez az időszak kinek-kinek az életében. Úgyhogy nyissátok meg a Bibliát a Zakariás könyvénél. Az 5. fejezet 2. és a 3. versét fogom olvasni, és aztán majd a János evangéliumából az új szövetségi megfelelőjét. Tehát így van írva a Zakariás 5:2-től. És mondanékem, mit látsz te? És én mondám, látok egy repülő könyvet, 20 singa hossza és 10 singa széle. És mondanékem, ez az átok, amely kihat az egész föld színére, mert mindaz, aki lop, ehhez képest fog innen kiirtatni, és mindaz, aki hamisan esküszik, ehhez képest fog innen kiirtatni. Kibocsátom ezt, szól a seregeknek, ura, és bemegy a lopónak a házába, és annak házába, aki hamisan esküszik az én nevemre, és ott marad annak házában, és megemészti azt, és annak fáit, és köveit. Remélem, hogy értitek, hogy Isten igéjéről van szó. Ez a repülőkönyv, ami 20 sing és 10 sing széles, ez a törvény táblának a mérete. Azt akarja jelképezni, hogy Istennek a törvénye bemegy az embernek a házába, és az Istennek a törvénye végzi el az ítéletet. Hajtja végre az ítéletet. És a János evangéliumából olvasom. A 12. fejezet 48. verse, ez az Úr Jézusnak a beszéde, és figyeld meg a párhuzamot, aki megvet engem, és nem veszi be az én beszédeimet, van annak, aki őt kárhoztassa. A beszéd, amelyet szóltam, az kárhoztatja azt az utolsó napon. Tehát ezért kérlek bennetek, hogy ne vegyétek komolytalanul, félvára az Istennek egyetlen egy ígérét sem, egyetlen egy beszédét sem. Mert ha most nem veszed komolyan, egyszer bent lesz az életedben, egyszer bent lesz a családodban, egyszer bent lesz a házadban, és ítéletet fog, kárhoztatást fog gyakorolni. Ez borzalmas, nem? Ugyanaz az ige, amely most fel van kínálva számodra, hogy életet jelentsen neked. Hogy a bűneidre bocsánatot nyerjél. Hogy az életed megújuljon, megtisztuljon, megszentelődjön. Ugyanaz az ige lesz a kárhoztatásodra. Hogyan? Úgyhogy szóltam. Úgyhogy figyelmeztettelek, hogy ma, ha az ő szavát halljátok, meg ne keményítsétek a ti szíveteket.
Most fogadjátok be Istennek a beszédét, fogadjátok be az intő beszédeket, mint ahogy Pál apostol is mondja, mert röviden is írtam néktek. De azért, hogy megmeneküljetek. Azért, hogy az ige behatoljon a szívedben, és most megtisztítson téged. Most megszenteljen téged. Most az ige fürdője által megfürödjél, és tiszta ruha legyen rajtad. És azon a ruhán ne legyen szeplő, sömörgőzés vagy aféle. És ha most elutasítod, mégis be fog kerülni hozzád. Ha most nem nyitod meg a szíved előtte, és mondd, Uram, szólj, mert hallja te szolgád, mi a te üzenetem, mi a te igéd, mi van írva a Bibliában, én hozzá akarom igazítani az életemet. Kezd el tanulmányozni komolyan a Bibliát, kezd el olvasni komolyan a Bibliát, úgy, hogy amit olvasok, úgy fogok élni, azt fogom csinálni. Dobd el a tradícióidat, a hagyományaidat, a szokásaidat, a más emberektől átvett lózungokat, a más emberek életéből merített könnyítéseket. Ezt úgy értem, úgy gondolkodtunk idáig. Ha neki szabad, akkor hát nekem is szabad. Ha annak lehet, akkor nekem is lehet. Nem én vagyok a legbűnösebb, hanem vannak tőlem sokkal bűnösebbek. Semmit nem fogsz vele érni, ha a nagyobb bűnösebb fogsz egy helyen elkárhozni. Nem fog téged az örömre deríteni, hogy itt van ő is, akiről példát vettem. Ne törődj másoknak a szennyével, ne törődj másoknak a tisztátalanságával. A magad tisztaságát rendezd. A magad életét mosasd meg Jézus vérével, hogy tiszta legyen, hogy szent legyen. Utolsó felhívások, utolsó napokban, az utolsó időknek az eseményeiben vagyunk. Nincs idő arra, hogy könnyen legyed az Istennek a beszédét. Akár fiatal legyél, akár idős, akár most indultál be az Úr útján, akár 36 éve, 37 éve. Egy nagy takarítást mindenkinek el kell végezni. Több igét is szeretnék felolvasni nektek Istennek arról a természetéről, amely az Istennek a haragjáról szól. Nem azért, mert szeretném, ha Istenről megváltozna a képet. Neked ne változzon meg. Ha te Istennek a fia vagy, ha ő a te apukád, akkor semmi baj nincs. Akkor nincs mitől félned. Akkor bátran olvasd a 91. Zsoltárt, és merítsél belőle, és azonosulhatsz minden szavával. Vagy ajánlom, hogy olvasd az 50. Zsoltárt, de ott van, amire felhívom a figyelmedet, hogy a 16. versétől már egy más stílusban, egy más Isten szól ezen a Zsoltáron keresztül. Tehát az 50. Zsoltárnál tartunk, és azt mondja a második vers, a Sionról, melynek szépsége tökéletes, fényeskedik Isten, eljön a mi Istenünk és nem hallgat, emésztő tűz van előtte, körülötte erős forgószél, hívja az egeket onnan felül, és a földet, hogy megítélje a népet. Gyűjtsétek elém kegyeseimet, akik áldozattal erősítik szövetségemet. És az egek kijelentik az ő igazságát, mert Isten bíró. Hallgass én népem, hadd szóljak, te Izrael, hadd tegyek bizonyságot rólad. Isten vagyok én, a te Istened. Nem fedlek én téged áldozataidért, és hogy égő áldozatai szüntelen előttem vannak. De nem fogadhatok el túlkot a te házadból, vagy bakokat a te aklodból, mert enyém az erdőnek minden vadja, a barmok ezernyi hegyeken. Ismerem a hegyeknek minden szárnyasát, és a mező által tudva vannak
mezőállatai tudva vannak nálam. Ha megéhezném, nem mondanám meg néked, mert enyém e világ és ennek mindene. Avagy eszem én a bikák húsát és a bakoknak vérét iszom én. Hálával áldozzál az Istennek, és teljesítsd a felségesnek a fogadásaidat. És hívd segítségül engem a nyomorúság idején. Én megszabadítalak téged, és te dicsőítesz engem. Na és itt húzunk egy erős választóvonalat. Az 50. Zsoltárnál. 16. verse következik. A gonosznak pedig ezt mondja Isten. Tehát idáig szólott Isten, akinek azt mondja, hogy hívd segítségül engem. Most pedig azt mondja a 16. verstől, a gonosznak pedig ezt mondja Isten, miért beszélsz te rendeléseimről, és veszed szádra az én szövetségemet, hiszen te gyűlölöd a fenyítést, és hátad mögé veted a rendeléseimet. Ha lopót látsz, mellé adod magad, és a parázdákat, társalkodol velük, a szádat gonoszságra tátod, és a nyelved családságot sző. Leülsz, és felebalátodra beszélsz, anyát, fiát is megszidalmazod? Vagy átkozod? Ezeket teszed, és én hallgassak? Azt gondolod, olyan vagyok, mint te? Megfedlek téged, és elődbe sorozom azokat. Értsétek meg ezt, ti Isten felejtők, hogy el ne ragadjalak menthetetlenül. Aki hálával áldozik, az dicsőít engem, és aki az útra vigyáz, annak mutatom meg Istennek szabadítását. Tehát remélem ez a felvillantás észhez térít, hogy Istennek van ilyen beszéde is, Istennek van ilyen szava is, hogy a gonosznak ezt mondja, hogy te miért beszélsz a rendeléseimről? Hát te ne szedd elő azt a könyvet, azt a Bibliát, amiben megtalálod a biztatást, a bátorítást, az Istennek a szeretetét, az Istennek a jóságát. Mert te hátad mögé veted az Istennek a beszédét, mert nem csak a jókat kell kimazsolázni belőle, nem csak a bátorításokat kell kiszedni belőle, nem csak a 91. Zsoltárt kell elolvasni, ennek a Zsoltárnak nem csak az első felét kell elolvasni, hangsúlyozottan a 15. versét, hogy hívj segítségül engem a nyomorúság idején, hanem Istennek minden beszéde, Istennek minden igéje, abból egy jóta el nem múlhat, míg be nem teljesedik, és nálad sem múlhat el, hogy a szélre dobd, hogy azt mondd, hát ez nem nekem szól, ez nem nekem van megírva, majd Isten megbocsássa ezt a bűnömet, majd Isten elnézi ezt a bűnömet, nem gondolkodhatsz így. Napjainkban azt figyelem meg, hogy nagyon sokan buzdítják, bátorítják egymást. Nagyon jó dolog. Csináljátok, tegyétek. Van egy másik réteg, amely szinte lenézi azokat, akik úgynevezett komolyságot mutatnak a járvány iránt, a téma iránt, és szinte gúnyolják azokat, akik óvintézkedéseket tesznek, és nem tesznek kihívást a cselekedeteikkel a fertőzés veszélyt illetően. Úgy mond, hogy hát te nem hisztek, a milyen hívők vagytok ti? Hogy bíztok ti Istenbe? Hol van a hitetek? Na a nagy hívők, most rettegnek, most félnek. Tudod, egy olyan embernek a szájából, aki szinte tökéletes, tiszta, Isten gyermeke, talán még elfogadható. De ha egy olyan ember mondja ezt, aki tegnap még parázsválkodott, tegnap még lopott, tegnap még hamisságot cselekedett, tegnap még a hazudozók között volt, a csalók között volt, ma meg már előkapja az Isten igéjéből azokat, amely a fiaknak szól, amely a szenteknek szól, amely a jó gyermekeknek szól, remélem, hogy érted, hogy itt nincs rendjén. Ez az ember be fogja csapni magát, és becsapja a környezetét is. Mert nyilván van az Isten haragja a mennyből a hitetlenség ellen. A hitetlenségnek a fiai ellen, mondja Pál apostol. Ez nyilvánvaló. És az, amikor a csapások elindulnak, amikor a csapásokat Isten elengedi a földre,
Azaz Isten haragjából származik. Azaz Isten bosszúállásának az idejéből származik. És Isten haragszik. És Isten bosszút áll. Ki önti az ő haragjának a hevét, ráborítja a földre. Kire? Az istentelenre. Akinek azt mondja, hogy te minek veszel a számra a rendeléseimet? Te minek hivatkozol az én igémre? Hát az én igémnek az egy részét gyűlölöd. Te azt a hátad mögé veted, te azt a lábaddal taposod, te az ellen kihívást intézel, hogy lehet így is élni. Lehet így is szolgálni az Urat. Lehet bűnösön is, lehet tisztátalanul is. Tudod? Nem tudom mikor. De lesz egy idő, amikor nem lehet tovább. Lesz egy idő, amikor Isten lehúzza a rollóját. És különbséget tesz tiszta és tisztátalan között, igaz és hamis között, bűnös és tiszta ember között. Eljön ez az idő, ha csak nem most kezdődött már el. És ezért szól a felszólításom, most, még, ezen az estén, most, amikor hallod, most térjél meg, igazán, őszintén, az élő Istenhez. Ha még hallod ezt a hangot, ha még hallod ezt az üzenetet, azért hallod, mert lehetőséged van a megtérésre. Amikor nem lesz lehetőség, akkor azt fogják mondani, hogy csit, ne szólj az Úr nevében. És nem is lesz, aki szóljon az Úrnak a nevében. Nem is lesz, aki az élő igét hirdetni tudja, ami behatolhat a szívedben, ami elvégezheti a bűnbánatot benned, ami könnyeket fakaszthat a szemedben, és ott állsz Isten előtt, és azt mondod, Uram, bocsáss meg nekem, vak voltam idáig, vakmerő voltam idáig, annyira bátor voltam ellenet tenni, bűnt elkövetni, mert úgy gondoltam, hogy ennek nincs semmi következménye, nincs semmi, ami utána jönne, hanem szabadon tehetem. Isten adjon neked ma megállt, tegyen eléd ma egy stop támlát, és jelentse azt a számodra, hogy így nem élhetsz tovább, egy percet sem, egy pillanatig sem. Tudom nektek Évi Zsoltárt mondani, ha akarjátok, felolvashatjuk együtt a 91. Zsoltárt. Az az enyém szóról szóra, minden egyes verse, különösen az utolsó verse. De higgyétek el, most nem arra van szüksége elsősorban az embernek, hogy egy hamis biztonságtudatot idézünk elő kinek-kinek a benseiből, hogy ne félj, jó az Úr. Ez a jó Úr most haragszik. Ez a jó Úr most elkezdte az ő haragját kiönteni. Ne felejtsd el, naponta több száz ember hal meg a vírus következtében. És nem tudjuk, hogy még mennyi fog. Nem látjuk a végét ennek az eseménysornak. De hát itt az ideje annak, hogy komolyan vedd Isten, és megismerd Isten úgy, ahogy Isten valójában, amilyen valójában Isten. Tudod, ez olyan, mint amikor egy nagyon jó gyerek, szerető gyerek látja az apját veszővel a kezéből, és nézd rá fel, hogy mit akarsz te azzal? Hát ilyen nem volt köztünk idáig. Hát te tudsz verekedni is, apa? Képes lennél rám ütni? Hát ha látja, hogy a gyereke a veszővel megmenthető, a figyelmeztetéssel visszatéríthető, ha még nem bepecsételt a sorsra, ha még van remény arra, hogy megváltoztassa, akkor igen, megteszi ezt. Ruf Tibor úgy fogalmaz, hogy Istennek az eszköztárában benne van ez a kommunikáció az emberrel, hogy mielőtt a végső események bekövetkeznének, a visszafordíthatatlan események, előtte figyelmeztetést küld, előtte lehetőséget ad azáltal, hogy felvillantja az ítéletet, felvillantja az ő haragját, felvillantja az ő bosszúállását,
És ha az emberek ezt komolyan veszik és megtérnek, akkor megmentették a lelküket, akkor megmenekültek. Ha úgy tesznek, mint a lótnak a vői, hogy viccel az öreg, és nem vették komolyan a felhívást, hogy fussatok ki Sodomából, Gomorából, mert Isten elsüllyeszti ezt a várost. Már itt vannak az angyalai, már itt vannak az ítélet végrehajtói, már megérkeztek, ez nem vicc, fiú, értsétek meg! De ők úgy gondolták, hogy nem kell ezt komolyan venni. Szép az élet, megy el úgy, ahogy idáig ment, és Lót alig ért ki Sodomából. Már elkezdett hullani az égből a kénkővel. Tüzes eső, hogy elpusztítja a várost, és annak minden lakóját. Milyen jó lett volna, ha akkor felébrednek, és kimennek a pusztulásra szánt városból. Isten áldjon meg benneteket, és adjon nektek megtérő szívet. Olyan szívet, amely most komolyan elkezdi vizsgálni önmagát, hogy vajon nem-e könnyű vagyok. Nem-e szennyes vagyok? Vajon mit kivetni valóan benne? Aki nincs alá merítkezve, alá kell gyorsan merítkeznie, meg kell hozni a döntést, a döntését ki kell fejezni, be kell töltekedni Szent Szellemmel, Istennek kell átadni az életet, el kell kötelezni az életet, és ne engedd, hogy bárki bármiben visszatartson, befolyásoljon, mert az üdvösségedről van szó, az örök életedről van szó, arról van szó, hogy megnyílik a kapu előtted, vagy becsukják a szemed előtt. Arról lesz szó, hogy jól vagyon, jó és hű szolgám, kevesen voltál hű, többre bízlak ezután, menj be a te atyádnak örömébe. Vagy azt mondja, hogy távozzatok tőlem, nem ismerlek titeket, ti gonoszságnak a cselekvői. Isten óvjon meg, hogy ettől a kijelentéstől kelljen a félelemtől összeroskadnod. Az első ügy, amit fel akarok csak említeni nektek, nem új keletű, hogy lássátok, hogy ez benne volt az igében korábban is, és el is hangzott. A Máté 3:7-ben Keresztelő János inti meg azokat az embereket, akik megtérés nélkül akarnak bemerítkezni és hozzá mennek. Ő azt mondja nekik, hogy kicsoda intett meg titeket, hogy Isten elkövetkezendő haragja elől meneküljetek. Tudjátok, ez 2000 évvel korábban hangzott. De a megtérés már akkor is azt jelentette, hogy ami kilátásban van helyezve, a messze távolban több ezer év, mint most látjuk, elteltével, de be fog következni Istennek a haragja, az elől megmenekülésnek a lehetősége volt már akkor a megtérés. És akik ezt akkor nem vették komolyan, Keresztelő János már arra utal, és azt mondta, hogy titeket kicsoda intett meg, hogy a megtérés színlelve, a megtérő közé beállva, megtérés nélkül, megmeneküljetek az Istennek elkövetkezendő haragjától. Tehát, hogy tudjátok, nem egy felkapott dolog, nem egy hirtelen előhúzott dolog, hanem 7000 évvel ezelőtt Keresztelő János már úgy hirdette az evangéliumot, a megtérést az embereknek, hogy közben erre is kitért, hogy lesz egy pillanat, lesz egy nap, amikor megérkezik Istennek a haragja erre a földre. És aki őszintén komolyan megtér, az megmenekül elől, ezelől a harag elől, aki pedig csak színlelte a megtérést, és nem volt százas, nem volt valóságos, nem volt a megtérése teljes, azok pedig nem menekülnek meg az Isten haragjától. Aztán a következő, a Róma 1:18-ban olvassuk, azt mondja Pál apostol, mert nyilván van az Istennek haragja a mennyből az emberek minden hitetlensége ellen. Tehát Pál apostol is világosan és egyértelműen beszél az Isten haragjáról, és a célcsoportot is meghatározza, a hitetlenség fiaira mutat rá, hogy Isten haragja azokon nyilvánvalóvá lesz a megfelelő időben. És még itt felolvasunk egy igét a Róma 2-ből,
Második fejezetet olvasom. Annak okáit menthetetlen vagyó ember, bárki légy, aki ítélsz, mert amiben mást megítélsz, önmagadat károsztatod, mivel ugyanazokat műveled te, aki ítélsz. Tudjuk pedig, hogy az Istennek ítélete igazság szerint van azokon, akik ilyeneket cselekesznek. Vagy azt gondolod, ó ember, aki megítéled azokat, akik ilyeneket cselekesznek, és te is azokat cselekszed, hogy te elkerülöd az Istennek ítéletét, avagy megveted az ő jóságának, elnézésének és hosszú tűrésének gazdagságát, nem tudván, hogy az Istennek jósága téged megtérésre indít. De te, a te keménységed és meg nem tért szíved szerint gyűjtesz magadnak haragot. A haragnak és az Isten igaz ítélete kijelentésének a napjára. Aki megfizet mindenkinek az ő cselekedete szerint. Azoknak, akik a jó cselekedetben való álhatatossággal dicsőséget, tisztességet és halhatatlanságot keresnek örök élettel, azoknak pedig, akik versengők, és akik nem engednek az igazságnak, hanem engednek a hamisságnak, búsulással és haraggal. Nyomorúság és ínség minden gonosz cselekedő ember lelkének, zsidónak először meg görögnek. Dicsőség pedig, tisztesség és békesség minden jól cselekedőnek, zsidónak először meg görögnek, mert nincsen Isten előtt személyválogatás. A 15. versnél folytatom. Mint akik megmutatják, hogy a törvény cselekedete be van írva az ő szívükbe, egyetemben bizonyságot téve arról az ő lelkiismeretük és gondolataik, amelyek egymást kölcsönösen vádolják, vagy mentegetik. Azon a napon, amelyen az Isten megítéli az emberek titkait, az én evangéliumom szerint a Jézus Krisztus által. Nem olvasom tovább, de mégiscsak. Imét te zsidónak neveztetel, és a törvényre támaszkodol, és Istennel dicsekedel. És ismered az ő akaratát, és választást tudsz tenni azok között, amelyek különböznek attól, mivel hogy a törvényben megtanítottál. És azt hiszed magadról, hogy te a vakoknak vezetője, a sötétségben levőknek világossága, a balgatagok tanítója, a kiskorúak mestere, vagy bírván a törvényben az ismeret és az igazság formáját, aki azért mást tanítasz, magadat nem tanítod-e? Aki azt hirdeted, hogy ne lopj, lopsz-e? Aki azt mondod, ne paráználkodjál, paráználkodod? És aki utálod a bálványokat, szentségtörő vagy-e? Ki a törvényben dicsekszel, a törvénynek megrontása által az Isten gyalázod-e? Mert az Istennek neve miattatok káromoltatik a pogányok között, amit meg van írva. No, Isten áldjon meg ezekben a igékben is benneteket. Világos és egyértelmű üzenetek vannak, de azt kívánom, hogy ne legyél azok közül való, akik azt gondolják, hogy akik másokban megítélik a bűnöket, ha ők ugyanazt csinálják, akkor ők megpusztálják. Önmagadra mondasz ítéletet, amikor felismered, kimondod, megmagyarázod másnak a bűnét. Pontosan arról teszel bizonyságot, hogy te ismered, hogy az bűn. Te tudod, hogy az bűn. És az akkor is bűn, ha másik csinálja, és akkor is bűn, ha te csinálod. De felszoktuk magunkat menteni. Nekünk szabad, másnak meg ítélet jár érte. Az Úr áldjon meg benneteket, hogy megértsétek ezeket, és ne mentsen fel a lelkiismereted azok alól a bűnök alól, amelyek bűnök. Hanem amikor a lelkiismereted jelez, figyelmeztet, hogy neked ez nem szabad,
hogy neked ebből már régen meg kellett volna térni, akkor térjél meg belőle. Mert a lelkiismereted az a műszered, ami helyesen dönt, ha nincs leuralva, nincs megbélyegezve, akkor az helyes jelzést ad neked a tisztaságodról, az Úrral való kapcsolatodról. Az van írva példabeszédekben, hogy az Úrtól való szövétnek az embernek a lelke, illetve az embernek a szelleme. Mint lámpás úgy viselkedik, megvilágosítja az életedet, a dolgaidat, és abban a világosságban tisztán látod, hogy most, ami benned van, ami neked van, ami te csinálsz, az Isten előtt elfogadható vagy utálatos. Hallgass erre a szellemre, hallgass a szellemedre, hallgass a lelkiismeretedre. És amikor figyelmezted, ahol figyelmezted, ott rögtön hozd meg a radikális megtérést. Így menekülhetsz meg. Efézusi levélhez még lapozzatok. Az 5. fejezetből fogunk olvasni egy pár ige verset, és be fogjuk fejezni, elnézést kérek a hosszúságért, de ennek most van az ideje, és most kell hallani róla. Ötödik fejezet Efézus leveléből. Legyetek annak okát követői az Istennek, mint szeretett gyermekek. És járjatok szeretetben, miképpen a Krisztus is szeretett minket, és adta önmagát mi életünk ajándékul és áldozatul az Istennek kedves, jó illatú. Paráznaság pedig is akármely tisztátalanság vagy fösvénység, ne is neveztessék ti köztetek, amint a szentekhez illik. Sem undogság, vagy bolond beszéd, vagy trágárság, melyek nem illenek, hanem inkább háladás. Mert azt jól tudjátok, hogy egy paráznának is, vagy tisztátalannak, vagy fösvénynek, ki bálványimádó, nincs öröksége Krisztusnak és Istennek országában. Senki titeket meg ne csaljon üres beszédekkel, mert ezekért jön az Isten haragja a hitetlenség fiaira. Annak okáért ne legyetek részesei ezeknek, mert voltatok régen sötétség, most pedig világosság az Úrban. Mint világosságnak a fiai, úgy járjatok, meggondolván, mi legyen kedves az Úrnak, és ne legyen közösségetek a sötétségnek gyümölcstelen cselekedeteivel, hanem inkább meg is fedjétek azokat, mert amelyek azok titokban cselekednek, égtelen dolog csak mondani is. Mindezek pedig megfedetvén a világosság által napvilágra jönnek, mert minden, ami napvilágra jön, világosság. Annak okáért mondja, serkenj fel, aki aluszol, és támadj fel a halálból, és felragyog te néked a Krisztus. Meglássátok annak okáért, hogy mi módon okkal járjatok, nem mint bolondok, hanem mint bölcsek. Áron is megvegyétek az alkalmatosságot, mert a napok gonoszak. Annak okáért ne legyetek esztelnek, hanem megértsétek, mi legyen az Úrnak az akarata. És meg ne részegedjetek bortól, meg mástól sem, miben kicsapongás van, hanem teljesedjetek be Szentlélekkel. Beszélgetvén egymás között zsoltárokban és dicséretekben és szellemi énekekben, énekelvén és dicséretet mondván szívetekben az Úrnak. Hálákat adva mindenkor mindenkiért, ami Urunk Jézus Krisztusnak nevében, az Istennek és az Atyának. Engedelmesek legyetek egymásnak Isten félelmében. Amen. Amen. Isten adja meg, hogy minden szó, amit hallottál, a szívedbe maradjon, és utána cselekvésbe forduljon, tettekbe forduljon, hogy az ígéret ne csak hallgatója legyél, hanem megtartója, cselekvője is legyél. Mert így nem fogsz találkozni azzal a repülőkönyvvel, ami majd bemegy az életedben, és elvégzi a pusztítást. Amen. Imádkozzunk. Mennyei Atyám, köszönöm, hogy a te atyai szíved leszól a mennyből, a tieidhez, a fiakhoz, a gyermekeidhez, Uram, és nem azért, hogy elítélj most itt bennünket, hanem azért, hogy felkészíts a nagy találkozóra, hogy a te haragod és a te bosszúállásodból
ne kelljen inni senkinek, ne kapjon belőle már senki, mert mi által mentünk már a halálból az életre. Mi lepereltük a mi perünket, mi kibékültünk veled, mi komolyan vettük Pál apostol szavait, hogy megbékültünk az Istennel. Köszönöm neked, Uram, hogy adtad ezt az estét, adtad ezt a lehetőséget, és adod a szívünknek a látságát, az ajtaja nyitottságát, hogy befogadjuk, hogy megértsük, hogy nem visszautasítjuk, hogy nem másokra adoptáljuk, nem másoknak címezzük, Uram, hanem én bűnöm, én vétkem, én térek meg belőle az élő Istenhez. Én jövök a kegyelem királyi székéhez, alkalmas időben, segítségül hívom az ő nevét, és segítséget kapok tőle, bűnbocsánatot kapok tőle, megtisztít az ő vére, az ő fiának, Jézus Krisztusnak vére. És úgy tehetem le az én fejemet ma este. Tiszta vagyok, szent vagyok, Isten gyermeke vagyok. Kiöntheti a haragját, az ő gyermeke meg van mentve, az ő fiai szabadok, az ő fiai nem kapnak az Isten haragjának, borsajtójának kiömléséből, mert mi átmentünk már az ítéletből az életbe. Köszönöm neked, Uram, áld meg, Uram, minden ember, aki hallja ezt az adást, hogy megtérjen hozzád igazán, őszintén. Uram, legyen vége a hamis egyház működésének, legyen vége a tisztátalan egyház működésének, legyen vége a fertelmes egyház életben maradásának, Uram. Legyen vége, legyen a kereszten az ó ember, a test megfeszítve, halálba adva, nem működve, nem éltetve tovább, hanem éljen bennünk a Krisztus, éljen bennünk a Szent Szellem által az élő Isten, legyen a mi testünk az ő temploma, és legyen benne énekszó, legyen benne dicséret, legyen benne háladás, és ne legyen jajszó. Ó, Uram, nekünk nem kell a három jajt megélni, nekünk nem kell a három jajt kikiáltani, mert a szívünkben béke honol, csend van. Isten helyre igazította a mi életünket. Köszönöm neked, Uram, áld meg, Uram, ezt a népet, hogy mindaz, aki megismert téged, az be is menjen a kapukon a városba. Annak mind üdvössége legyen, az ne lepje meg váratlanul a hazahívó szó. Itt a földön, ha el van szólítva sem, és ne lepje meg a bárány megjelenése a felhőkön sem, az elragadtatás pillanata sem, és ne lepje meg az ítélet lefolytatása sem, Uram, hanem legyünk mi veled, örökkön örökké, fogjuk mi a kezed, mi kiáltsuk most, hogy bizony jövel, Uram Jézus, a Szent Szellem pedig hadd kiáltsa, Uram. Nekem ez a szívem vágya, aki hallja, jöjjön el, és vegye az életvizét ingyen. Köszönöm neked, hogy a lélek és a mennyasszony az ezt mondja, hogy jövel, bizony jövel, Uram Jézus. Amen. Amen. Isten áldja meg benneteket.